használ te is a világ legjobb kódját, a csúszikódot, yay! Hoppa szakura Spike Surge-jából válódott! Mekkora Max Energy's drink! Mint hogyha valamiféle reklám lenne. És ott a reklámarc, Danny. Fizetek azért, hogy ezt mond? Pincsi és gyors lesz az update, pont mint a Max Energia ital. De azért egy pillanatra álljunk már meg. Hát mi menő az a Bad Randomsos póló, Danny? Küldjetek már nekem is egy ilyet! Anya! Hát pont amilyenre gondoltam! Sapka és göndörhaj! Csak ez valószínűleg lány! De király animáció! Mi van? Ez az az arc! Hát ez az animáció szétszedett, tehát milyen folyékony volt! Micsoda harci jelenetek! És az a robot, amiben beszáll, az pontosan az az arc volt, amit bizony láthattunk a számítógépén. Ezt a képet posztolták ki tegnap, amikor a Brawl Talkot bejelentették, és bizony a monitoron ez az arc volt látható. Az a robot, amiben beszáll az új karakter. Vász! Hogy eltaláltuk már? Á, nem tudok betelni vele! Hát milyen jó ez az evolválós jelenet! Nagyon forró az a robot. És piros-sárgában van, pont ahogy tegnap gondoltam és említettem, fogadtunk. Úgyhogy tessék bekövetni Trovón engem, ha még nem tettétek volna, nyertem a fogadást. Mondjuk azzal, hogy fiú lesz, azzal félrementem. Amíg dolgoznak a klub funkciók fejlesztésén, addig jöjjön valami legendás. Nem a Maxital, hanem meg! Hihetetlen, hogy tényleg mennyire összeállt a kép. Amúgy csak nekem van olyan érzésem, mintha a karakter neve Meg, a Max és a Surge összetételéből keletkezne. Maxből a Me és Surgeből a G. Így megszületett. Érted? Megszületett. Meg. Úristen, mekkora poén. A szópoénokat nem hagyhatjuk ki. Hát mennyire az a már a karakter? És igen, Max és Surge triónak a befejező tagja, de ezt lehetett gondolni már az indexképről. És ő egy italautomata javító lány. Hát akkor azért volt a háttérben a Surge-ös energia italautomata. Jaj. És emellett pedig nagyon okos. És ő mindig is egy olyan hős szeretett volna lenni, mint Max és Surge. Szóval egy ilyen wannabe, majdnem fanatikus rajongóról van szó. Képen rengeteg ráutaló jelet láthatunk, mint például a bögre, vagy a Surge-ös játékfigura, és hát a háttérben pedig az energiaitalautomata. A monitorokról pedig már ne is beszéljünk. Jó kevés HP-ja van amúgy a karakternek, 3300 és csak 450-es sebzés, és hát nem elég ez, hogy kevés sebzés, kevés HP. Max nem engedi Megnek, hogy szuperhősé váljon. Gondolom ebből jön az, hogy még inkább ilyen szuperhős is akar játszani. Mindezek ellenére nem számít, mivel így is úgy is csatlakozik a csapathoz. És egy szegecselő fegyvere van. Ó, hát akkor így már ez is értelmet nyer. Mi van? Hát akkor azért voltak azok a csavarok ott az asztalon. Azok a lövedékei. Hát még annak is ott jelentősége volt. Én megmondtam, hogy mindig így van. Hogy mindig az utolsó képen olyan dolgokat rejtenek el az új karakterrel kapcsolatosan, ami meghatározza majd őt. És itt is itt volt a szemünk előtt. És pont ahogyan említi Danny is, a karakternek szinte nincsen sebzése, illetve életereje. Viszont ez nem számít, mivel amikor használja a szuperjét, hát lehívja a robotot. Valami más játékba kerültünk, hát mi az anyám ez a Mac? Autobotok rollout! Hát pont mint ahogyan az animációban, ettől lesz igazán tökös ez a karakter. 7500-as HP azonnal, és mennyi 360-as lövedék? Jesus, na hát ez a karakter igazán ekkor lesz csak használható, hogyha robováltozik. Igen, van ilyen szó, most mondtam, robováltozik. Egy már, mi az a 3600-as damage? What? 8 lövedéket lő ki az alapja, és hogyha a szuperjét használja, akkor egy másodlagos képessége van, amivel ütött. Ami ráadásul területi, tehát több legyet is egy csapásra le tud ütni. Na elmész már! És betölti magát a szuper. Ja, viszont az alaptámadással nem lehet tölteni. Na jó, már megnyugodtam, azt hittem, hogy még erősebb lesz a karakter, hogy alapból is töltődik majd a szuperje, meg még töltheti az alaplövéseket. Viszont meg folyamatosan veszíti el a HP-ját, hogyha a robotban van, így előbb-utóbb így is úgy is ki fog jönni ebből a robotból, még ha meg sem ütik, mivel folyamatosan 150 HP-t veszít el. És ahogy a robot elveszíti a HP-ját, meg visszanyeri az eredeti formáját. Viszont valamit igen észrevehettetek, amit a szuperszelesek nem említettek. Bizony azt a shield
beszédet, amit megkapott, amikor kijött a robotból. Ez a pajzs valószínűleg az egyik Star Power-je lesz. Star Power League. De várjunk már, hát mi a fene ez? Mennyi ideig marad rajta ez a shield? Öröki! Ő a hatodik legendary karakter egyébként a játékban, és az update-tel fog érkezni. Ezt a legendary-t mindenféleképpen az első nap be akarom zsebelni. Mi komoly lesz majd szóló sárdámban a Power Cube-okkal? Mennyi HP-ja lesz annak a robotnak, hogyha lesz vagy 10 Power Cube-om, vagy esetleg 20? Gyertek, azt pusztítsatok ki a komo! Csak két új skin fog érkezni, viszont elvileg nagyon különlegesek a Gladiator Colette. Oké, V8 bit! Fog lesz mi menő, mi az a challenge? Mi ez? Ha megvásároljuk azokat a skineket, akkor exkluzív pineket kapunk, és a V8 bitet meg lehet szerezni ingyen! Amelyik skin a legmenőbben néz ki, az teljesen ingyen be lehet szerezni egy challenge keretén belül. Elvész már! Hát mennyire király ez a skin? Nézzétek, egyedi effektusa is ott van! Hagyjuk már! Itt ez nagyon nagy kérdés, hogy vajon, hogyha megszerezzük mindezt az 5 skint, ami ide a Retropolishoz tartozik, akkor azokat a pineket szerezzük meg, amik ott láthatóak, vagy ezen felül egy teljes egész spin settet kapunk hozzájuk. Mert ha egy egész set, akkor az nagyon komoly. És ráadásul ezek közül nekem már nem sokat kéne megszerezni ahhoz, hogy meglegyen. Szóval gyertek, csak pinek gyertek! Valószínűleg a későbbiekben még többször lesz majd ilyen, hogy bizonyos környezet skinjeihez, hogyha mindegyiket behúztad, akkor járnak majd egyedi emotok. Most a Retropolis volt, aztán ki tudja, mi jön következőleg. Hát ez a Retropolis challenge meg milyen egyszerűen teljesíthető lesz már. Csak 10 win szükséges hozzá, 3 esélyünk van, és a challenge októberben fog érkezni. Aztán 10 vinért cserébe jár is ingyen a skin. És ez most komoly, hogy lesz knockout játékmód is, vagy ez csak poén? Mielőtt folytatnánk, ne felejtsétek el, hogy a klubbeli funkciók fejlesztése hamarosan érkezik, és bizony 100-ról lecsökkentik 30-ra a tagok számát. Szóval rip 70 embernek minden klubból, hogyha esetleg teli lennétek. Mert ezzel az update-tel bizony már jön a létszámcsökkentés. Akkor csak nem úgy lesz, ahogy említettem, hogy a Halloween update lesz a legkirályabb. Ez azért van, mert azon dolgoznak, hogy új módon játszható legyen a játék, és ehhez szükséges az, hogy aktív tagok legyenek a klubokban. Hogyha szeretnétek a legjobbak lenni, na elmész már! Ez eddig nagyon klubháborúnak hangzik, de az biztos, hogy valamiféle kompetíció lesz a játékban. Szóval egy kis versengés a klubok között, hogy ki lesz a legjobb. És még az is lehet, hogy az egész játékot felforgatják. Na ezt szeretem. Ez nagyon komoly lesz, azt tuti. Menj már! A random skin funkció! Hát erről beszéltem már oly sokszor élőadásokban, hogy miért nem hoznak be egy olyan dolgot, ami már a Fortnite-ban nagyon régóta van, ha már úgyis olyan sok mindent koppítottak a Fortnite-ról, akkor már áthozhatnák azt, hogy ne kelljen mindig kiválasztanunk azt, hogy milyen skinnel szeretnék jönni a játékba, hanem hogyha több skinünk van egy karakterre, akkor ezt véletlenszerűen folyamatosan váltogassa a játék. Ez az. Hát ez is jön. A pineket lehet használni a klubcsetben. Hát de várjunk már egy kicsit. Már ezek a pinek eddig is megszerezhetőek voltak, mint például ez az El Primo sárkányos skinhez járó. Hát itt linkelték az új karakternek megnek a profilképét. Hello, hello! Aztán ki is dobnak majd a programból, hogy ezeket észreveszem. Még több animált pin. Ú, az a karácsonyi. Mi? Az mennyire egyedi az a pin? Ilyen még nem volt. És most először így hangja is lett Spike-nak. Történelmi pillanat volt ez, hát sose gondoltam volna, hogy megélem. Spike hangot adott ki. És még több True Gold True Silver skin, amit ugye már megszokhattunk. Evil Queen Pam pedig új hangot kap! Here comes Evil Pam! Hát rájöttek ők is, hogy nem ér meg 300 gemet úgy a skin, hogyha nincsen egyedi hangja. Így már helyen közel megérheti majd a 300 gemet a skin. És egy fejlesztés arra, hogy csapatba álljatok a haverjaitokkal. Tök jó! Ennyi is volt a Brawl Talk? És októberben találkozunk! Ez az. A jó kis Halloween-i update. Hát ez annak ellenére, hogy rövidke kis Brawl Talk volt, azért rengeteg jó dolgot hoznak. Főleg ez az új karakter a meg. Ő lesz a mindenkit megalázó karakter. Pff, végre! Az első Brawl Talk Ryan nélkül, igaz? Mindazok ellenére, hogy az volt, hogy Ryan többet nem lesz a Brawl Talkokban, hát mégis itt van mindig. És ott volt az, hogy to be continued, szóval jön a folytatás. Avagy az októberi Halloween-i Brawl Talkban ő is ismét beöltözne, és ott lesz a többiekkel. Még egy dolog, ami miatt még jobban várom azt a Brawl Talkot.